Köszöntöm nézőinket, Önök Kaposmenti magazinunkat látják, Jela Jászmin Grész vagyok. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulójának alkalmából tartottak ünnepi megemlékezést Dombóváron. A hősök előtti tisztelgés mécseseinek elhelyezése előtt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője elevenítette fel a múlt történéseit. Dombóváron az 1956-os forradalom eseményeire emlékeztek a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat Eszterházi Miklós Technikum diákjainak és a Jászai Mari díjas magyar színész Festbaum Béla közreműködésével, aki Márai Sándor Mennyből az Angyal című versével hívta életre a 65 évvel ezelőtti történéseket. Ilyen nagy dolog a szabadság? Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője beszédében kiemelte a forradalom néhány momentumát, majd rávilágított arra is, mekkora károkat okoztak a szabadságharc leverését követő történések. Az egyetemisták október 23-ai követeléseik messze túlmutattak a saját világukon, az ország iránti aggodalmuk hajtotta őket. Erről pedig a város alpolgármestere első kézből hallhatott édesapjától. Az én édesapám orvostan hallgató volt, és részt vett a budapesti forradalomban, de nagyon fontosnak tartom, hogy ez a mai fiataloknak is sokat jelentsen. Dombóváron a zord időjárás ellenére is sokan ott voltak, hogy együtt emlékezzenek arra a tömegtüntetésre, ami 1956. október 23-án kezdődött, majd végül fegyveres felkelésé nőtte ki magát. A megemlékezés végén a résztvevők mécsesekkel és főhajtással rótták le tiszteletüket a hősök előtt. Megtörtént az ünnepélyes szerződés aláírás, ezzel megkezdődhet annak a sportkomplexumnak a tervezési folyamata, ami a 21. századnak megfelelő szolgáltatásokat kínál majd nem csak a dombóváriaknak, az egész térségnek. Az elsődleges elképzelések szerint az uszoda mellett teke és lövészpálya is helyet kap a létesítményben. Számos érv hozható fel a dombóvári sportkomplexum megvalósítása mellett, amely alátámasztja a létesítmény létjogosultságát a városban, mondta el Pintér Szilárd polgármester. Hosszú évek óta igen leromlott állapotban van a városi uszoda, ez egy megoldásra váró feladat volt. Menet közben felmerült még több kérdés is itt a sportkomplexum tervezése mentén, hiszen a rendészeti képzés miatt szüksége van lőtérnek a középiskolába. Nyilván az is problémát okoz, hogy sem a középiskolának, sem a gimnáziumnak nincsen saját tisztességes sportcsarnoka, ezért a két létesítménytől mindegy 200-200 méter lévő kosárlabdacsarnokot szeretnénk megtölteni ezzel a funkcióval, és nyilván iskolai időben ezt a középiskolások tudnák használni. Nagyon fontos, hogy van egy omladozó üledező tekecsarnokunk, szintén a tekések erre sokkal többre érdemeltek, ezért úgy gondoltuk, hogy a multifunkcionális csarnokba szintén belefér még egy tekecsarnok, így négy sportágnak tudunk megfelelő teret biztosítani ahhoz, hogy a dombovári hagyományokat ápolva, őrizve, olyan sportolók kerüljenek ki úgymond Dombováról, akik öregítik Dombovár hírnevét. Hogy mikor lesz kész erre, megmondom őszintén, nem tudnék biztosat mondani. Tekintettel, hogy a közbeszerzésnek az összes csapdája utolért minket a tervezés beszerzésénél is. 8 hónap idő van most a tervezésre, június közepére lesznek készen a tervek, ami azt jelenti, hogy megindulhat a közbeszerzése a kivitelezőnek. Nincsenek illúzióim, szerintem 2022 év végére lesz egy kiváló kivitelezőnk, 23-ban megépület a sportkomplexum, megítélésem szerint 23 év vége, 24 első fél éve lesz, amikor egész biztosan mondhatjuk, hogy birtokba be lehet venni az új sportkomplexumot Dombováron. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselőjétől megtudtuk, évek óta várják, hogy a sportcentrum beruházás elindulhasson, melyet a kormány is támogat. 8 hónap múlva pedig megkezdődik a kivitelezési eljárás. Sajnos ezek nagyon hosszadalmas dolgok, de reméljük, hogy 8 hónap alatt valóban, tehát mától számítva 8 hónap alatt, tehát ez azt jelenti, hogy június 22-ig
elkészülnek a tervek, és az alapján lehet majd a közbeszerzési eljárást a kivitelezésre kiírni, és utána majd maga a kivitelezés, tehát több évről van itt szó, de ha mindezen túl leszünk, akkor nagyon reméljük azt, hogy nem csak a városban lesz ez egyedülálló, nem csak a kis térségben, a megyében, hanem országvilága csodájára fog járni, és a következő generációknak ez egy nagyon jó dolog lesz, illetve az épülésükre szolgál. Ez az objektum 40 települést fog kiszolgálni itt a három megyében. A dombóvári sportkomplexumot tervező építésziroda az elmúlt évek folyamán 5 sportcsarnokot, 3 úszodát tervezett már, lőteret még soha, de ennek a kihívásnak is eleget fognak tenni, tudtuk meg az ügyvezető igazgatótól. De egy engedélytervet összerakni és elkészíteni a kiviteli tervet, úgy, hogy közben nyilvánvalóan egyeztetnünk kell. Én úgy gondolom, hogy még ebbe szerződésen kívül egy vázlattervi ütemet is be kell raknunk, ahol az alapgondolatokat megbeszéljük és jóvá adja az önkormányzat. Van egy igény, amit itt most nagyon pontosan megfogalmaztak, és mi meg szakmailag átgondoljuk. Nem feltétlenül mindenbe fogunk egyetérteni. Már avval, amit kaptunk, de ezeket mind leegyeztetjük. Mert nyilván nekünk is van, hát jó sok éves tapasztalatunk, ami tehát a jobbító szándék, mindig a jobbító szándékkal közelítjük meg a feladatot, tehát az a fontos, hogy a legjobb és a leghasznosabb megoldás szülessen meg. A Határtalanul program idei kiírásával ismerkedhettek a pedagógusok és a diákok Dombóváron. A Kárpát-medencei tanulmányi kirándulás pályázati lehetőséget hetedikesek és középiskolások számára írták ki. A program célja, hogy minden magyarországi fiatal iskolás évei alatt legalább egyszer eljusson egy határon túli magyarok lakta településre. A Dombóvári Művelődési Házban ismerkedhettek a pedagógusok, a diákok és az érdeklődők a már sokak által jól ismert Határtalanul program 2021. évi kiírásával. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője ismertette, a hetedikeseknek szóló pályázat keretösszege 1,3 milliárd, a középiskolásoknak szóló pedig 500 millió forint. Mindkét kiírásban 500 ezer és 5 millió forint közötti összegre lehet pályázni. A pályázatokat október 29-én 14 óráig lehet benyújtani elektronikusan a nemzetpolitikai informatikai rendszeren keresztül. A Határtalanul programról 2010-ben döntöttek, az első buszok 2011. június 4-én indultak el Budapestről, emlékeztetett az államtitkár. A Nemzeti Összetartozás napján gördültek ki az első autóbuszok, amik hetedikes gyerekeket vittek határon túlra. Azóta közel 500 000 tanuló vett ebben részt, nagyobb részt hetedikesek, illetve középiskolások, és valamilyen részben pedig határon túli középiskolás gyerekekről van szó. Örülünk annak, hogy a kormány 100%-os támogatásával a gyerekek a 12 év alatt magyarországi gyerekek el tudnak jutni határon túli régiókba, illetve meg tudnak ismerkedni hasonló korú gyerekekkel, tanulókkal. Van egy felmérésünk arra vonatkozólag, hogy ennek a programnak miket is köszönhetünk, legalábbis az ifjúság szempontjából. 65%-uk nyilatkozta azt, hogy életre szóló kalanddal tért haza, bár erre nem kérdeztünk rá, hogy mi volt ez pontosan, de örülünk annak, hogy ilyen élményekkel jöttek haza. 78%-uk nyilatkozta az egyetemistáknak azt, hogy járt már határon túl, és közel 2/3-uk mondta azt, hogy egy, de még inkább több barátjával napi rendszerességgel tartja a kapcsolatot, akik határon túliak. Akik esetlegesen a 20-as évben vagy a 21-es évben nem tudták a kirándulást lebonyolítani, azoknak lehetőséget adunk arra, hogy 22. augusztus végéig ezt meg tudják tenni. Olyan a járványhelyzet sajnos, hogy időről időre változik, most éppen rosszabbodott határon túli régiókban. Miniszter úr kérte is, Kásler miniszter úr, hogy az utazásokat mindenki halassza el november 2-ától. Ennek a programnak az az alapvető célja, hogy a gyerekeknek a tárgyi tudását megerősítsük, akár történelmi, néprajzi, vagy földrajzi, vagy bármilyen kulturális tudásról van szó.
Ez az egyik oldala. A másik oldala, akik részt vesznek egy ilyen kiránduláson, akár egy osztályközösség, közöttük a közösséget megerősíti, a közösségi szellemet, illetve élményekkel térnek haza. És ami a legfontosabb célja ennek a programnak, az pedig az, hogy a gyerekekben erősítjük a hazaszeretetet, és a nemzeti identitásukat erősítjük meg, egyébként pedig azoknál a gyerekeknél is, ahova ők mennek. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy akik részt vesznek ebben a programban, a következő 50-60, akár 70 évre is annyira megfertőzzük őket a hazaszeretettel, csúnyán kifejezve magam, hogy ők át fogják adni ezeket a dolgokat mind a saját gyerekeiknek és az unokáiknak. Ez a programnak a célja. A kormány támogatásával a diákok olyan élményekkel gazdagodhatnak, melyek egy életen át elkísérik őket. Az elnyert pályázati források mellett saját költségvetésből is finanszíroz fejlesztéseket az önkormányzat Dalmandon. Folyamatban van a Kossuth utca teljes járda felületének helyreállítása, kicserélték az elavult és megkopott utcanévtáblákat a faluban, és játszóteret is építettek az új dalmandi település részen. Folyamatosan zajlanak a fejlesztések Dalmandon. Jelenleg a Kossuth utca teljes járda felületének helyreállításán dolgozik a kivitelező. A beruházás költségének csak egy része pályázati támogatás. Az önkormányzat saját forrásból is finanszírozza a rekonstrukciót. A Magyar Falu program keretén belül nyertünk 5 millió forint anyagköltséget a Kossuth utcánkba a járdára. Ez az anyagköltség az utca járdájának felére volt elegendő. Leültünk a testülettel, osztottunk, szoroztunk, és azt gondoltuk, hogy a kivitelezővel az egész Kossuth utcába megcsináltatjuk a járdát. Az anyag a járda másik feléhez is már megvan, a kivitelezés pedig folyamatban. Szintén saját költségvetésből cserélték ki az utcanévtáblákat Dalmand egész területén, tette hozzá a polgármester. Az utcanévtábláink elavultak, olvashatatlanná váltak, megkoptak. Mivel Alsó-Leperd, Új-Dalmand, Vörösegyháza házszámot kapott, ezért azt gondoltuk, hogy akkor nem csak a külterületekre, hanem Dalmandra is új névtáblákat teszünk. Fel is kerültek az új táblák, mind a Kossuth, egész Dalmand területére. Alsó-Leperd, Új-Dalmand, Vörösegyháza jövő héten kapja meg az utcatábláit. Ugyanakkor saját költségből finanszíroztunk Új-Dalmandra játszóteret az ott élő gyerekek számára, hiszen Új-Dalmandon is sok kisgyerekes család él. Önköltségen, mivel a dalmandi játszótérre megnyertük az 5 millió forintos pályázatot szintén a Magyar Falu program keretén belül, azt gondoltuk, hogy külterületen is kell, hogy legyen játszóterük a gyerekeknek. Ezt meg is valósítottuk. Önköltségen sajnos egy csúszdára, homokozóra, bébi hintára, egy laphintára jutott lehetőségünk, egy rúgós játékot kaptak a gyerekek, és folyamatban van még a libikókának a kiszállítása. Alsó-Leperden azt gondolom, hogy régi volt a hinta, és nem rendelkezett tanúsítvánnyal, emiatt oda is egy tanúsítvánnyal ellátott laphintát és bébi hintát szereltünk fel a biztonságos játék érdekében. A faluban lévő játszótérhez ugyanakkor kamerát kellett felszerelni, nem mindenki használja ugyanis rendeltetésszerűen az ott lévő játékokat. A dalmandi játszóterünk elkészült, vadkamerát rendeltünk, sajnos nagyon-nagyon oda kell figyelnünk, mert gyöngykavicssal van ellátva a csúszda alja, és bizony a nagyobb gyerekek, akik már nem odavalók lennének, ők nem vigyáznak a játszóterünkre, és ezért azt gondoltuk, hogy vadkamerával igenis meg tudjuk figyelni, hogy ki az, aki rongálja a játszótéren a játékokat, és nem megfelelően használja. Az önkormányzat már régóta tervezte az Alsó-Leperdi busz megálló kivilágítását, ez szintén megvalósult a közelmúltban. Kandelábereket helyeztek ki, amelyek jól bevilágítják a területet. Önköltségen a kandelláberrel olyan szintű világítást tudunk biztosítani a reggel és késő este utazóknak, hogy nagyon szép és bevilágítja az egész úttestet. Ugyanilyen problémánk volt Dalmandon a Dózsa téren. Itt is kandelláberrel oldottuk meg a Dózsa tér végénél a világítást. Sikerült pályázati forrást nyerni egy új tanyagondnoki busz beszerzésére is. A tanyagondnoki busz külterületről, Alsó-Leperdről is és Új-Dalmandról is már kettőt kell, hogy forduljon. Köszönve ezt annak, hogy egyre több a kisgyerek létszámunk, egyre több a gyermekünk,
és heti szinten szerelésre szorult ez a busz, ami azt jelentette, hogy az önkormányzatnak bérleti díjat is kellett fizetni, plusz a busz javítását is. Nagyon-nagyon örülünk neki, és reméljük, hogy tavasszal már mindenki az új tanyagondnoki buszban tudja elkezdeni az iskolát és az óvodát, és az idősek azzal jönnek az orvoshoz. Az önkormányzat előtti területen pedig az őszbeköszöntével új dekorációt helyeztek el. Ezzel is szeretnének mosolyt és vidámságot csalni az arra járók arcára. Közel 1,6 milliárd forintos beruházás készült el Döbrökközön. A szennyvíz csatorna hálózat kiépítésével nagy lépést tett a település az életminőség javítása mellett a környezetvédelméért is. A 2016-ban indult döbrökközi szennyvízberuházás a környezeti és energiahatékonysági operatív program keretében valósult meg a Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft. Konzorcium vezetésével. A közel 1,6 milliárd forintos beruházás nagy előrelépést jelent a településnek, hangsúlyozta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Gyakorlatilag minden megtalálható itt, ami egy kisvárosban most már kell, és az embereknek a komfortérzete jelentősen javult. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy 21. századi körülmények alakultak végre ki Döbrökközön is. A szennyvízberuházásnak köszönhetően nagyon fontos beruházásról van szó. Hozzá kell ehhez tennünk azt is, hogy az elmúlt években nagy számmal nyert el a község magyar falus pályázatokat is, és még reményeink szerint fog elnyerni, úgyhogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy a vidéken élő magyar emberek érezzék azt, hogy olyan kormánya van Magyarországnak, aki a vidéki emberekkel törődik és gondol rájuk. A kivitelezés során Döbrökköz község területén 18.672 folyométer gravitációs és 452 folyométer nyomás alatt lévő csatorna vezeték került lefektetésre, melyre 7.253 folyométer bekötő vezetéken keresztül 903 darab bekötés létesül, amely egy nagy előrelépést jelent a környezetvédelem területén, tudtuk meg a település polgármesterétől. Döbrökköz életének egy nagyon fontos mérföldköve, ugyanis nagy lépést tettünk ezzel a környezetünk tisztán tartásában és az életminőség javítása terén. Köszönöm szépen a lakosságnak, mindenkinek a türelmét. Ugyanez egy mélyen futó beruházás, sok útbontással, akadállyal, közlekedést akadályozta a beruházás, de úgy érzem, hogy elkészült, és most már elég sokan megkezdték a rákötést is a lakosság részéről. Folyamatos a rákötés, a DRV, mint üzemeltető, ugye ők fogják üzemeltetni a szennyvízcsatorna hálózatunkat, ők egy fél éves rákötést kedvezményesen biztosítottak, 1000 forint plusz áfa összegen, március 31-ig, akik csatlakoznak, azoknak ezt a kedvezményes díjat tudják garantálni. Az ingatlanoknak a szennyvíze a kertekben létesített emésztőkből közvetlenül a talajba folyt, ugye ezzel az egészségügyi és környezetvédelmi kockázatot is jelentett a ingatlanok részére, ahol viszont zárt rendszer volt kiépítve, ott pedig a hatalmas költség, a szennyvíztisztítás. Ezek mind megoldódnak a csatorna beruházás kapcsán. A szennyvízberuházás kapcsán a kivitelező részleges útfelbontással fektette le a csöveket, melyet a munkálatok után sávosan visszajavított. Az önkormányzat a későbbiek folyamán pályázati forrásból szeretné ezen útszakaszok teljes felújítását megvalósítani. A következő feladataink az utaknak a javítása, újra rendbe tenni őket. Ezzel kapcsolatosan már 2 pályázatot is benyújtottunk. Az idei évben megnyertük a BMS pályázatot, ami az útfelújításra szolgál, ebből már az idén 2,5 utcánkat sikerült leaszfaltozni, és sikeresen pályáztunk a Magyar Falu Program keretében szintén aszfaltozásra, ez pedig a jövő év folyamán szintén 3 utcánk megvalósul ebből a beruházásból. A település szennyvize 8 átemelő segítségével 10.651 folyométer nyomóvezetéken keresztül jut el a befogadó dombovári szennyvíztisztító telepre. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!